2017. június 20-án délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazdaélet. Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Széke Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Maros megyei piacokon is vásárolhatunk magyar décsei cseresznyét. Füstös Elemér gyümölcstermesztővel beszélgetünk. A téli hideg meg az áprilisi fagykárok befolyásolták, de azért van cseresznye magyar décsében. A csíkszentmártoni bocskorpékség tulajdonosát a minőség és hagyományőrzés motiválja. Bocskor István pékmesterrel készült interjúnk. Mi járjuk a saját magunk kis útját, nem hasonlítjuk senkihez magunkat, mi a jelenlegi vásárlóknak szeretnénk megfelelni, és egy legjobb és a legtisztább terméket szeretnénk nekik adni. Ezt követően a június közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Sikertörténetünkben ma Vincellér Botond bögözi dísznövénytermesztőt és vállalkozását ismerhetik meg. A főtermék az inkább örökzöldek volnának. Az formára nyílt, annak különböző fajtái, színbe, alakba, amit el lehet képzelni mindent. A virágkötészetből is meg lehet élni, ha jól csinálja az ember. Molnár Mária, a Budapesti Magyar Gyula Kertészeti Iskola tanára válaszol kérdéseinkre. A virágkötészet elismert képzőművészeti ág, és ebből adódóan különböző művész lelkek is részt vesznek a virágkötészetben, és hát mindenki megtalálja a saját vevőkörét. 3/4 egy után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk. Összesen 91,026 millió lejtfolyósít a gázolajár támogatásra jogosult gazdálkodók bankszámlájára a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség. A gázolajár támogatás nagyságát a szaktárca idén literenként 1,41 lejben határozta meg, ami közel 40-ban is visszalépést jelent a tavalyi támogatáshoz képest. A gázolaj támogatási program keretében vásárolt üzemanyag legnagyobb hányadát a növénytermesztő ágazatban használták fel. Az ágazaton belül a gabonatermesztők egy évben hektáronként 78 liter üzemanyagra, a rizstermelők hektáronként 96 liter gázolajra, a borsó és olajos növényeket termesztők hektáronként 78 liter üzemanyagra, a burgonyatermesztők hektáronként 150 literre, a gyógy- és fűszernövények termelése esetén hektáronként 100 literre igényelhetik a jövedéki adó részbeni visszatérítését. Alig, hogy közzétették a második kiírást, 5 nap alatt kimerült a 4.1-es intézkedésen belül a növénytermesztésre szakosodott farmok, valamint a hegyvidéki övezetben gazdálkodók fejlesztésére kínált uniós pályázati pénzalap, jelentette be a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség. Az elkülönített 79 millió eurós pénzalapot közel 6-szorosan túligényelték a gazdák. Országos szinten beérkezett 1163 terv megvalósításához, a pályázók összesen 456,8 millió euró visszanemtérítendő uniós támogatást igényelnek. A nyertes pályázatokat az elért pontszámok és megfeleltetési követelmények alapján az ügynökség munkatársai a következő hetekben választják ki. A szárazság miatt kisebb búzatermésre számítanak a nagyobb Bihar, Dolzs és Galac megyei gabonatermesztők. Hasonlóan nyilatkoznak a recce és napraforgót illetően is. A hazai termelők becsléseit támasztja alá az Európai Gabona és Takarmánykereskedelmi Szövetség előrejelzése is.
Romániában a gabonaféleségek tekintetében 4,3%-os terméscsökkenést jósolnak, míg az olajos növények esetében 1,7%-os zsugorodást várnak. Ez alapján az ország idei gabona termése 19,2 millió tonna körül lehet, az olajos növényeké pedig 3,6 millió tonna. A Maros-megyei Hória vészhelyzeti felügyelőség sajtóközleményében a száraz növényzet égetése miatt elterjedő gyakori tűzesetekre figyelmeztet, amelyek főleg a forró nyári időszakban gyorsan terjednek, sok kellemetlenséget és anyagi kárt okoznak. A megelőzés érdekében a tűzoltók felhívják a lakosság figyelmét, hogy tartsák be az alábbi törvényes előírásokat. Ne dobjanak el égő szivarcsikkeket, főleg a száraz növényzet vagy a takarmánytárolók közelében. Ne tároljanak faanyagot, takarmányt vagy gyúlékony anyagokat az épületek padlásterében. Tilos a gyufa, gyertya, petróleumlámpa használata a takarmányraktárakban, istálókban, padlásokon. A száraz növényzet közelében, ahol fennáll a gyorsan terjedő tűzvész veszélye, valamint szeles időben tilos nyílt tüzet rakni. Robbanásveszélyes anyagoktól gáz és folyékony üzemanyag csak 40 méternél nagyobb távolságra, nem megfelelően tárolt gyúlékony anyagoktól fa, papír, textil, kátrány vagy olaj pedig legkevesebb 10 méterre ajánlott nyílt tüzet rakni. A tüzet csak nappal ajánlatos meggyújtani úgy, hogy mindig legyen kéznél tűzoltáshoz megfelelő eszköz. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, csak akkor lehet elhagyni a helyszínt, ha a lángok teljesen kialudtak. Vasút mentén a száraz és korhat növényzetet kötelező módon a terület tulajdonosa kell eltakarítsa. Útszintén az utak mentén is az útkezelő és az útkarbantartók, illetve a területek tulajdonosai felelnek a takarításért. A felnőttek felelőssége a gyermekek tűzzel való játszásának a megakadályozása. A kánikulai forróság miatt vagy a gondatlanságból keletkezett tüzeket rendkívül nehéz eloltani. A száraz növényi hulladék, avar, szemét engedély és óvintézkedés nélküli, illetve épületekhez, mezőgazdasági területekhez, erdőkhöz, ültetvényekhez közeli égetése a kormány 2007-ben megjelent 537-es határozatának értelmében kihágásnak minősül, és 1000 lejtől 2500 lejig terjedő bírsággal sújtható. Több évnyi kihagyás után hivatalosan elismert sajtkészítő tanfolyam indítását tervezi a Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete. Várhatóan az októbertől induló 450 órás elméleti és gyakorlati felkészítőt egyaránt tartalmazó képzésre már előzetesen várják a jelentkezőket. További információval a Csíkszeredai megyeházán lévő 244-es számú irodában, e-mailen a karikáscsilla@hargitamegye.ro címen, illetve a 0740 1698 50-es telefonszámon szolgálnak. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Füstös Elemér magyar décsei cseresznyetermesztővel beszélgetünk, addig Bálint Etelka énekel egy 1984-ben készült hangfelvételről. Thank you.
Füstös Elemér vagyok, Magyar Décsében. Magyar Décsén nagyon sokan foglalkoznak cseresznye termesztéssel, de amúgy gyümölcs termesztéssel. Milyen az idei cseresznye szezon? Nem kitűnő, de összejön a termés. Tehát a téli hideg meg az áprilisi fagykárok befolyásolták, de azért van cseresznye Magyar Décsében. Több fajtát termesztenek. Melyik az, amelyik inkább rezisztens? Nagy szemű koraiból elég jó termésünk van. A régi hagyományos fekete arany a magyar décsei hagyományos cseresznye inkább károsodott a hideg miatt, de 50-60%-os termés abból is van. Önnek mekkora területen terem a cseresznye? 1,5-2 hektár. Értékesítése vannak-e gondok? Mert évekkel ezelőtt oda mentek, megvették a cseresznyét, sokszor nem is kellett piacolni velük. Most meg kell keresni a piacot? Vagy még mindig el lehet a zömét otthonról is adni? Sajnos az idén a kiskereskedők se nagyon jönnek Décsébe cseresznyét, nem tudom mi az oka. Voltak esztendők, mikor az ukránok kamionszámra szállították Magyar Décsébe a cseresznyét. A piac sajnos egyre problémásabb, mert nagyvárosokban is ki vagyunk szorítva a termelők, a viszonteladók, az állandó eladott helyek. Mennyire tesz be a külföldi áru önöknek, mert a viszont eladókon keresztül a piacok is tele vannak cseresznyével, de a nagy áruházak is. Tehát mennyire adnak a vásárlók arra, hogy helyit vegyenek, jó minőségűt vegyenek, vagy neki olyan mindegy, csak közel legyen? Sajnos, hogy a külföldi áru befolyásolja a termésünk árát. A bulgár cseresznye 5-6 lej angrolba. És a vásárlók nagy része nem érdekeli az ízét, hanem a szemével vásárol, tehát szép és nagy legyen a cseresznye, nem számít, hogy milyen az íze. Azért nem éppen zéróba jövünk ki, mert van profit utána, de sajnos egyre jobban szorul a hurok a nyakunk körül ez a külföldi behozatal miatt, mert óriási a kínálat a piacon. Önöknek konkurenciát jelentenek-e a falustársak, vagy mindenkinek megvan az a kicsi szelet a piacból, ahol tudja értékesíteni a gyümölcsöt? Amennyit Magyar Décse termel, az erdélyi piacon ez úgy eloszlik, hogy egymás között nincsen verseny. Pillanatnyilag a profitot a régebbi telepítések hozzák, de az utóbbi 4-5 évben 100 hektárokat telepítettek a décsei fiatalok. A vatkára kell-e számolni? Vatkár van, sajnos a mezei nyúl, a zőzek, tehát hogyha nincsen csemete bekötve, hiába ültetjük. Megrágják, a törzsét felhorzsolják, lehúzzák a kérget a fáról, akár meg is száradnak a kis csemeték. Az idei termésből lesz pálinka is és lekvár is? Vagy el tudják adni nyers gyümölcsként? Én nagyon remélem, hogy el tudjuk adni nyers gyümölcsként. Mert a pálinkának teszünk be, de egyáltalán nem rentabilis. 7-8 lesz cseresznyét betenni pálinkának, 100 kilóba 5-6 liter pálinka lesz. Tehát hátszámolod, olyan árba kellene eladni a pálinkát, nem kerül levő. Füstös Elemér magyar décsei cseresznyetermesztővel beszélgettünk az elmúlt 3 percben. Most Miklós Szilvia énekel egy 2017-es hangfelvételről, kísér ifjú Sárközi Lajos és zenekara. Vasárnap délelőtt is, ha ránk szól, és ilyenkor te vagy az én.
Gazdaélet mikrofonjával Csíkszent Mártonban a Bocskor pékségnél járunk. Bocskor István pékmesterrel, tulajdonossal beszélgetünk. Több mint 20 éve, hogy a piacon vannak, és minden évben több újdonsággal is jelentkeztek. A 2014 és 16 között fizikálisan építkeztünk, a pékség épületét sikerült kibővíteni, nagyon sok új részleget hoztunk létre. Most kezdődött el egy termékenyebb időszakunk. 2016 év végére kisikerült hozni nagyon jó minőségű termékeket, köztük a vajas kiflit, ami szép vízi, igazi vajjal készítünk. Gyártása pedig manuálisan kézműves kiflinek számít, elég nehéz elkészíteni. Egy nagyon szép kifli sikeredett ki belőle, és a vajnak tekintetően nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik. Az ünnepekre kisikerült hozni egy kézműves, diós és mákos tekercset. Ezt omlós tésztából készítjük. Ez is egy kézműves termék, és nagyon-nagyon szép, meg jó ízű. Ezt is persze vajjal és tejfőleg készítjük, nem beszélve az, hogy igazi mák és igazi diók van benne. Olyan kézműves termékeket hoztunk ki, amit talán a jelenlegi piaci körülmények között másnál nem tudnak megvásárolni a vásárlók. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy minőséget képviselnek ezek a termékek. Ezek a termékek megszabták az irányvonalunkat, keresték, kialakult rá egy vásárlói réteg. Drága termékek, de talán a minősége az a jelenleg elérhetők között a legmagasabb. Ezekből a termékekből naponta mennyit tudnak elkészíteni? Vagy bizonyos fázisát a folyamatnak lehet gépesíteni, és akkor csak nevében kézműves termék? Az omlós tészta, az nem használok semmilyen gépi segítséget. Ugyanúgy készítjük a tésztáját, talán a nyújtás az, amit géppel végzünk el. Ugyanúgy főzzük a cukrot rá, és ugyanúgy kályhán meg gőz felett pároljuk, szirupot készítünk belőle, és megfőzzük a diót és a mákot. Semmiben nem különbözik a nyújtáson kívül azoknál a munkafázisoknál, amit eddig is elvégeztünk. A tekercsből csak ünnepekre készítjük, nem kapható meg máskor, csak ünnepek előtt. A vajas kifli az pár száz darab készül el, és ez bőven elég. Nem is szeretnénk mennyiségi gyártásban fogni és kezdeni. A mi lelkünkben és a mi szívünkben az van, hogy egy nagyon jó és egészséges terméket hozzunk létre. Nagyon-nagyon sok termék és termékbőség fog érkezni. Nagyon kivoltunk ehhez ezek a termékekre. Nagyon sok új termékünk fog a 2017-es évben érkezni. Megjött a 2016-os év végén még egy igazi bajor roskenyér. Ennek a tulajdonság és az érdekessége az, hogy egy 70 éves bajor pékmestertől sikerült a kovászmagot beszerezni. 3-4 éven keresztül ez a kovászmag Magyarországon volt, aztán onnan sikerült nekünk elhozni. Ez a bajor pékmester adta hozzá a lelkét és a receptjét, ő már sajnos nem dolgozik a pékiparban, de nagyon szívesen átadta minden tudását, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon egészséges és szép termék jött létre, igazi roslisztből és egy igazi roskenyeret sikerült. Elindultunk ezeken a refort terméknek a gyártásán, nagyon nagy segítségünkre van nekünk, hogy sikerült egy magyarországi nagyon neves szakemberrel felvenni a kapcsolatot, és kéz a kézben megyünk előre. Tukacs Roland, a jelenlegi magyar pék válogatottnak a tagja, többszörös világkupa és világbajnok volt Roland. Nagyon-nagyon nagy segítségünk, ő a kézműves pékiparnak a gyakorlója. Nagyon sok olyan kézműves technológiát tudunk tőle elsajátítani, amit jelenleg máshol úgy gondoljuk, hogy nem tudnánk ilyen minőségben elsajátítani. Tehát ezeket a fogásokat, technológiai mozgásokat, technológiát, ő segít és az ő közreműködésével tudjuk ezeket a magas minőségi termékeket elkészíteni. Amikor egy új termékkel jelennek meg a piacon, akkor mi a motiváció, hogy a konkurenciánál megjelenik valami, vagy a vásárlók valamit igényelnek, vagy mi vagyunk annyira kreatívak, hogy most már jó volna, hogyha valami mást is piacra dobnánk. Önöknél ez hogy működik? Nagyon sok termék van, amit beszeretnénk vezetni. A képzések ideje alatt elsajátítottunk, meg tudunk gyártani biztonságosan, és azokból próbálunk összeválogatni, hogy a vásárlóknak se legyen sok ez az új termék, ahogy a piac is ezt elbírja, és mi is rá tudjunk készülni. Úgy reklámkampányban, úgy tudjunk beszélni a termékekről, mint a terméknek a gyártását is. Tehát egyben nem tudunk 15 féle terméket legyártani, mert hogy a termelésben nem tudjuk megszervezni kellőképpen, és kellő technológiai figyelmet akkor nem tudnánk betartani. Ezért kiválogatunk ezekből a termékekből, nagyon-nagyon sok termékünk van. Mi nem szoktuk figyelni a konkurenciát, milyen termékkel jön ki, hogy szeretnék ők csinálni, nekünk saját terveink vannak, és mi járjuk a saját magunk kis útját. Nem hasonlítjuk senkihez magunkat, mi a jelenlegi vásárlóknak szeretnénk megfelelni, és egy legjobb és a legtisztább terméket szeretnénk nekik adni.
Az elmúlt bő 20 évben nagyon sok díjat kaptak szakmai versenyeken. Minden évben készülnek valamilyen szinten a versenyekre is? Mert valahol a szakmának is meg kell mutatni ezeket az újdonságokat, vagy a vásárlók, a fogyasztók véleménye az éppen elég? Hát talán a verseny az arra is jó, hogy ezeket az innovatív termékeket ki tudjuk vinni a zsűri elé. A zsűri pedig tud egy nagyon magas színvonalú véleményezést adni. Lehet, hogy a termék nem nyer, de például múlt versenyek alatt is azt mondták, második és harmadik helyünk van, és azt mondták, hogy nagyon jó az az irányvonal, amin vagyunk. Nagyon innovatív termékeket viszünk. Persze, hogy készülünk, mert jó érzés ott lenni, hozzátartozik a versenynek az izgalmához. Ez nagyon jó érzés, amikor készülhetünk a versenyre. Izgulunk akkor, amikor reggel megérkezünk. Termékkiválasztás, mi az utolsó percben szoktuk a 10 darab termékből kiválasztani, melyik az a 3, amelyeket bevigyük. Ez 10 darab termék, 10 darab sütésből, és a legjobbat szeretnénk hozzátenni. Nagyon jó ez a termékfejlesztésbe is. Nagyon jó arra, hogy új termékek jelenjenek meg. Mi is megnézzük, hogy más mit visz a piacra. Kapunk tőlük ötletet, gyártási technológiát. Nagyon fontos ez a kapcsolattartás és a versenyezés. Az elmúlt 6,5 percben a csíkszentmártoni Bocskor István pékmestert kérdeztük, és a cég idei újdonságait ismerhettük meg. Sokan törekednek arra, hogy növényekkel legyenek körülvéve. A virágkötészet ma már művészet. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Szávai Ibolya énekelt. A következő percekben néhány június közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Integrált növényvédelem. A burgonya parcellákon a tövek 15-25 cm fejlettsége idején általában még a sorok záródása előtt el kell kezdenünk a burgonya legjelentősebb gombás betegségei, a burgonyavész és az alternáriás betegség elleni megelőző védekezést. Az említett korokozók hatásos leküzdésének az az alapja, főleg ha kontaktkészítményeket használunk, hogy még az elsődleges fertőzések tüneteinek megjelenése előtt folyamatosan védőréteggel borítsuk a növények lombját. Ha már bekövetkezett a fertőzés, a korokozók a számukra kedvező feltételek között rohamosan terjednek, a burgonyavész néhány nap alatt a teljes lombot megsemmisítheti. Járványveszély esetén felszívódó vagy kombinált gombaölő szerekkel permetezünk ellenük. A kezelést ettől az időponttól kezdődően nedves párás meleg időben kontaktkészítménnyel, 7-8 naponként felszívódó hatású készítménnyel 10-14 naponként meg kell ismételnünk. A bab elvirágzását követően az első hüvelyek megjelenésekor a baktériumos betegségek ellen szükséges permeteznünk. Ha a pseudomonászos udvaros foltosság és a szantomonászos barna foltosság tünetei megjelentek a leveleken, különösen fontos a hüvelyekre való átterjedés megakadályozására a védekezés. Ugyanez vonatkozik a koletrotrihumos betegségre is.
A fertőzött leveleken képződő konidiumai már a hüvelyt fertőzik, ahol kerek vagy ovális, kráterszerű, sötétbarna szegélyű, 4-5 mm nagyságú foltok jelzik megtelepedését. Ha levéltetvek vagy bagolylepke hernyok előfordulását észleljük, ellenük hatásos készítményt is tegyünk a korokozók elleni permetlébe. Az évelő folyamatos szedésű sóska ágyásokban legegyszerűbben a tojáscsomok leszedésével és elpusztításával, a bogarak összegyűjtésével védekezhetünk a sóska levélbogár ellen. A virágzati szárak rendszeres eltávolításával az egész tenyészidő alatt friss sóskát szedhetünk. Ezt a munkát minden esetben kössük össze a levélfoltosság, illetve a lisztharmat korokozójával fertőzött levelek eltávolításával és megsemmisítésével. Szükség esetén a levéltetvek tömeges elszaporodásakor pirimikarb hatóanyagú zöld besorolású készítménnyel védekezhetünk. Integrált növényvédelem. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha mézet kell kimérni kanállal, előbb olajozzuk be a kanalat, garantáltan lecsusszan róla a méz. A citromhéját ne dobjuk ki, mélyhűtőbe tesszük, és fagyottan könnyen reszelhető. A húszeletek közé folpakot teszünk, így fagyasztjuk le, mert ezzel a módszerrel nem fagy össze. Így annyi szeletet vehetünk ki belőle, amennyire szükség van. A rántás nem lesz csomós, ha felengedés előtt sót teszünk bele. Az őrölt piros paprika úgy őrzi meg színét és illatát, ha néhány egész babérlevelet teszünk a tartójába. Vásárhelyi éles tomerában, a rózámat minden este várom, minden este várom, a két karomba zárom, a vásárhelyi éles tomerában. Minek is van két szem a világon, ha a rózsám nem lehet a párom, nem lehet a párom, mégis mindig várom a vásárhelyi éles tomerádon. Nem lehet a párom, mégis mindig várom a vásárhelyi éles tomerádon. Sikertörténetek. Vincelér botond, bögözbő dísznövénnyel foglalkozunk. A főtermék az inkább örökzöldek volnának. Az formára nyílt, annak különböző fajtái, színbe, alakba, amit el lehet képzelni mindent. Aki ránéz ezekre a növényekre, hát ilyen kézműves termékekkel találkozik. Azért nagyon sok macera lehet egy-egy ilyen növény kialakításánál. Az a helyzet, hogy szeressük őket. Szeressük, ezért is gondjukat tudjuk viselni. Mióta van a kertészetük? Mióta foglalkoznak ezzel? 2007 óta van, úgyhogy most már 10. éve. Miért a díszcserében gondolkodtak? Legtöbben az egynyáriakban látják, hogy hamarabb megtérül a befektetett pénz. A vidék maga se engedi meg nagyon a termesztést, nagy költséggel jár, igaz modern fóliák vannak, de úgyis idei év az be is bizonyította, aki nagyon korán hozta az egynyáriakot, viszont nagyon nagy költségbe verte magát. Az a helyzet, hogy a piacon az ár az nem változott semmit. Tetszett nyereséggel biztos, hogy nem dolgoztak, sajnos. Mi szeretünk alkudozni? Nagyon, nagyon. Azt tapasztalom, hogy ha valami egy le, akkor lealkudják 50 banira. Ha 50 bani, akkor szeretnék, ha 10 bani lenne. Hát ez... De ez egyszer jó is benne.
Valami egy emberi kapcsolatot hoz létre szerintem, mint hogy megszabom. Jó, az arany se ér többet az áránál, de nem kérnek olyan lehetetlen nagy árat érte, de mi munka van mögötte? Azt sohasem kivégig nem gondolja. De azért nem is fejlődnek a kertészetek. Ez a nyereség, amit évente zsebre tesznek, az nem sok. Én merem állítani, mindegyiket ismerjük, de kínozzák. Egyszerűen a külföldi kertészetekkel szembe esélyük nincsen. Támogatásban nem részesülnek. Gondolom, hogy benne kell lakni a kertészetben, hogyha eredményt akar elérni. Itt vannak ünnepnapok, vasárnapok, vagy nagyon ritkán van szabadidő, mert mindig valamelyik növényen kell alakítgatni. Hát az ünnepnap az az, hogy el tudják adni a növényeket szerintem. Ez egy nap kiesés, az biztos, hogy az évi csődöt jelenti. Ezt mi is megjártuk, úgyhogy szerintem minden kertészet. Egy fólia kinemnyitás, egy öntözés. Bírja a család, vagy alkalomattán kell munkásokat is alkalmazni? Kell, persze, ezt nem lehet. Megbízható embert lehet találni, aki évekig ott marad a kertészetben? Vagy minden évben kell újakat betanítani? Hát szerintem havonta úgy. Nem is évente. Hát ez a külföldi munka, ez mindent tönkretett. Azzal pedig nem lehet versenyezni, ezt hiába is próbálkozik az ember. Én ahogy elnézem önt, nem adja fel, amíg van ereje, addig ezt végzi. Akármilyen rossz is legyen. Próbáljuk. Sikertörténetünkben ma Vincelér Botond bögözi dísznövénytermesztővel hallhattak interjút. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Tarnai Kis László énekel. Nincsen nékem száz volt földem, nincsen nékem nagy házam. Apró gyermek létemre már térdig jártam a sárban. A nagy lányok rám se néztek, azt mondták, hogy nőjek még. Végül mire legény lettem, férhez ment a huncut nép. A nagy lányok rám se néztek, azt mondták, hogy nőjek még. Végül mire legény lettem, férhez ment a huncut nép. Azóta sincs házam földem, sosem leszek gazdag már. Azt se mondom, hogy a lányok álmodozva néznek rá. Nem is kell, hogy szeressenek, elég nékem egy asszony. És ez az egy csak te lehetsz, drága kincsem, galambom. Nem is kell, hogy szeressenek, elég nékem egy asszony. És ez az egy csak te lehetsz, drága kincsem, galambom. Nem is kell, hogy szeressenek, elég nékem egy asszony, és ez az egy csak te lehetsz, drága kincsem, galambom. Nem is kell, hogy szeressenek, elég nékem egy asszony, és ez az egy csak te lehetsz, drága kincsem, galambom. Molnár Mária vagyok, Magyar Gyula Kertészeti Iskolából Budapestről. Nagyon sok versenyen veszünk részt a diákokkal, országos és nemzetközi versenyeken. Legutóbb Szombathelyen voltunk a Florária Savaria versenyen. Ott lett az egyik leányzónk első helyezett összetettbe, és a csapat is első lett összetettbe. 8. után jönnek a diákok, akkor még ugye képlékenyek. Elég jól lehet fejleszteni nekik a térlátásukat, színérzékelésüket. Azért minimális kézügyesség nem árt, hogyha van. Ha hobbiuk, különböző kézügyességgel kapcsolatos dolog, akkor az már egy jó alap arra, hogy majd később jól tudjanak készíteni csokrokat, koszorukat, tűzött készítményeket. Elhivatottság, növény szeretet az, ami nagyon fontos, hogy legyen a diákokban, illetve azokban, akik virágkötészettel szeretnének foglalkozni. Mennyire kell ismerni a virágokat? Gondolom, hogy kell egy annyi szaktudás, hogy tudják, hogy melyik virágot mikor hova lehet kötni. Milyen igényei vannak annak az élő virágnak? Igen, dísznövényismeretet tanulnak a tanulmányaik alatt folyamatosan végig, mert hogy ez az anyagismeret egyben, hogyha nem ismerik azt, amivel dolgoznak, akkor nem tudnak vele jól dolgozni, akkor esetleg olyan hibákat követnek el, hogy a vízigényest összerakják a szárazságtűrővel, és ugye meg fognak halni csokorban is, és növényösszeültetésben is a készítmények. Tehát ez egy alap, hogy tudják azt, hogy milyen növényel dolgoznak, azoknak a növényeknek mik az igényei, mert a tanácsot a vevők azok elvárják, tehát szaktanácsadásban is segíteniük kell majd a vásárlóikat.
Ezek a diákok gyakorlatban is végzik ezt a szakmát? Van virágüzletük, vagy ezzel foglalkoznak az oktatáson kívül is? Mert akiket láttunk a színpadon, ők nagyon profi módon végzik ezt. Már a kisujjukban van a szakma, szoktuk így mondani. Igen, a színpadon vegyes összetétel volt. Volt olyan diák, aki szeptember óta tanulja a virágkötészetet, volt, aki 2 éve, volt, aki 3 éve tanulja. Alapvetően 60-40% a gyakorlat elméleti arány. Első évben bent vannak az iskolába gyakorlaton, másodikban már vannak kint virágüzletben is, és a nyári gyakorlatot is kint töltik, hogy a valós élettel is megismerkedjenek a különböző üzleti stílusokkal, és ezen kívül az egységes oktatást biztosítjuk az iskolában, hogy mindenki azért ugyanazokat az alapokat elsajátítsa, és aztán legyen mire építkezniük. Vannak trendek, hogy melyik évben mi a menőbb? Így a virágkötészetben? Természetesen igen. Már például idén januárban megvették a karácsonyi dekorációt a nagykerek, mert hogy az ilyenkor már el van döntve. De ez ugyanúgy működik, mint a divatvilágban, hogy valamit fölkapnak, van egy színskála, amin dolgoznak, divatszínek, divatformák, anyagok, amik bejönnek, és azok akkor trendek lesznek, illetve különböző technikai megoldások, amik divatba jönnek, és aztán sok éven keresztül esetleg sok virágkötő azt használja. Én nagyon sokszor azt látom, hogy kombinálják az alapanyagokat, ez mennyire egészséges. Sokszor olyan költeményeket látok, hogy nekem eszembe nem jutna mondjuk, lehet, hogy trendi, de nem tudom. Nem mindenkinek az ízlése bizonyára. Hát ez természetesen így van, a virágkötészet elismert képzőművészeti ág, és ebből adódóan különböző művész lelkek is részt vesznek a virágkötészetben, és hát mindenki megtalálja a saját vevőkörét, akik azokat keresik, a különlegességeket, az egyedi készítményeket, az egyedi lakberendezéshez egyedi készítmények kellenek. Ugye, hogyha megnézzük a dizájnereket, a lakásbelsőket, azért oda nem lehet klasszikus virágkötészeti készítményeket elhelyezni, oda már muszáj dizájnokat, de emellett vannak a polgári lakások, ahol a klasszikusabb készítmények mutatnak jól, és azokat igénylik azok a vevők. Tehát minden réteget ki kell tudni szolgálni. Lemorzsolódás van az iskolájukban? Ki egyszer ide felvételizett, az ki is tart, vagy időközben rájön, hogy hát mégsem az én világom? Sajnos elég sokan lemorzsolódnak, rájönnek, hogy ez nem az ő világuk, ahogy ön mondta. Azért ez egy elég kemény szakma, nagyon sok fizikális megterhelést igényel, tehát napi 8-10-12 órákat időnként állni kell, emelgetni kell. Aki egy ilyen nagyobb csokrot meg tud kötni, annak azért karizmának kell lennie, nagyon jó szellemi képességekkel kell rendelkezni, ezeket ki kell tervezni, össze kell rakni. Tehát, hogyha valaki most nézte a bemutatónkat, az látta, hogy ki volt számolva, vagy kb. Mennyi virág kell, és nem én számoltam, hanem már a diák önmagának ki tudta kalkulálni, hogy mennyi virágra van szükség majd a bemutatójához, és azért ehhez szellemileg is, és testileg is fel kell készülni. Meg tudjuk fizetni ezeket a költeményeket? Vagy az az érték, amit mi kifizetünk, az nem fedi valójában az egész munkának az értékét? Természetesen semmit nem fizet ki a szellemi tőkéből a vevő, mert a vevő kifizeti az árést és a virágot. Ugye az árés arra szolgál, hogy az alkalmazott bére ki legyen fizetve, és az üzletnek a rezsie, és azért az alkalmazott nem él nagyon nagy lábon. Nem tudják kifizettetni azt, amit szellemileg beleraknak, de hogyha nincs belerakva, akkor nem fognak talpon maradni, mert idővel lemorzsolódnak. Molnár Máriát, a Budapesti Magyar Gyula Kertészeti Iskola tanárát kérdeztük, most viszont Szilágyi Sándort hallgatjuk. Nagyon hamar ödelszik. Ha sokat jár a szája, ráncos lesz a rózsa bimbos kurcája. Az idő már elszalad, minden asszony szép maga. Csak az, aki veszekszik, egyedül csak az az asszony ödelszik. Az idő már elszalad, minden asszony szép marad, csak az, aki veszekszik, egyedül csak az az asszony öregszik. Maradjon, csak maradjon, békességben az asszony, mert ha perel meg kékül, a duzzogó asszony hamar megvén, az idő bár elszalad,
oldala, minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Az idő bár elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Időben elszavar, minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Az időben elszavar, minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Petra Tetz, Ecetek és olajok című könyvét ismertetjük. Kultikus cseppek, ecet és olaj minden háztartásban megtalálható, van, aki csak egy-egy fajtát tart kéznél, más pedig különféle fajtákat sorakoztat fel a konyha polcain. Kevesen tudják, hogy e két hétköznapi folyadék mennyire értékes. Egyes ecet és olajfajták már önmagukban különlegesek, együtt pedig tökéletes párost alkotnak. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol a júniusi könyvbarát kedvezmény keretében 5-10%-os kedvezménnyel kínálják a Cerkabella, a Vivandra és a Csimóta kiadó kiadványait, a Gutenberg kiadó és a Pálasz Akadémia könyvkiadó könyveit pedig egész évben 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi.ro címen. Nyereményjátékunk mai kérdésére a választ június 24-ig várjuk, ugyanis jövő kedden lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk: melyik településen van füstöselemér cseresznyése? Megismételem a kérdést: melyik településen van füstöselemér cseresznyése? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne felejtjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik. Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Rózsa Bélát és népi zenekarát hallgattuk, most kérem hallgassák meg piaci körképünket. Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazda Életben.
Az új krumpli kilója 1 lej 50 bani és 2 lej, a fehérhagymái 2 lej 50 bani, a vöröshagymái 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója 9 lej, a hónapos retek és a zöldhagyma kötése viszont 1 lej, a paprika kilója 3 lej és 6 lej, a paradicsomi 3 lej 50 bani és 6 lej, az uborkái 2 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 9 lej, a gomba kilójáért 10 lejt kérnek. A petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és a csombort kötése 1 lej, az eller darabja 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni. A szemes paszúj litere 6 és 7 lej, a zöld paszújé 5 és 6 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a tojás darabja ezen a héten 50 bani, egy fej saláta 1 lej 50 bani és 2 lej. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 3 lej, a körtéjé 4 lej 50 bani és 5 lej, az eperi 3 és 5 lej, a cseresznyé 5 és 7 lej, a sajté és az ordái 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Mező Sámson Dicitera zenekar muzsikált. Jövökeden itt a gazdaéletben a hasznos információk mellett Péter Zoltán csíkszentgyörgyi gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Kézdi Albisról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Bartos Éva énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Salamon Kálmánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.